Üdvözlök mindenkit, ez itt a Kreatív Műhely, ismét egy olyan kiadásban, amiben nem Vivien alkot, hanem valaki más próbál meg valami maradandót összehozni. Mi lesz a mai feladatunk? Hát Attila, tudod, a tavaszi nagy takarítás kellős közepén táplálkozásban azt gondoltam, hogy férfi embert is be lehet fogni a tavaszi nagy takarítási munkákba, egy picit alkotásba és a kreatívkodásba is. Nem biztos, hogy a ablakot, ablakmosásra gondoltam, de valaki azt is bevállalja, de én azt gondoltam, hogy neked egy ilyen polc átalakítás mit szólnál hozzá. Találtam egy fiókot. Nekem már ezzel problémám van, mert ennek két fogókája van, ez milyen polc, vagy milyen fiók? Ez olyan ilyen térelválasztó polc, aminek két oldalról lehet kihúznia. Értem. És abból egy ilyen régi megmaradt fiók, úgyhogy én ezt hoztam most neked, mit szólsz, ha ebből polcot fogunk készíteni. Oké, én kezdem azzal, hogy megtakarítom. Direkt úgy hoztam neked, hogy a takarítási fázis is a tiéd legyen. Látszik, hogy a raktárba sokáig keresgettem, hogy mi is legyen, mi legyen az. Azt, hogy gyakorlott takarító vagyok. nem, sokáig kerestem, hogy mi legyen, és azt gondoltam, hogy ez pont készhez álló történet lesz. Ezek ilyen nyomok rajta, az maradhat, hogy igen, azt próbáljam? Nem. Egy dolgot fogunk csinálni, alapozóval le fogjuk kenni előtte. Ez az alapozó, ez azért különösen olyan nem esetben, ez egy ilyen folyadék. Ez azért fontos, hogyha netán lazúrozva van, vagy olyan más anyaggal van kezelve az a felület, akkor ez lezárja. Tehát nem úgy szokták mondani, hogy átvérzik a fa, hogyha átkenik, hogyha most nem akarunk ilyen horror sztorikat, ezért lealapozzuk ezt a polcot, ezzel a Premier alapozó, motorfesték alapozóval. Akkor összenéz már egy szíves, hogy olyan sikerült letörölgetnem, mert ezt még a barátnőm sem szokta rám bízni. Hát szerintem még ez némi kivetni való, hogy maga után. Hogy te utána takarítottad. Jó. Kezdjük az alapozóval. Jó, akkor ezt megszárítottuk, addig kell szárítani, míg nem ragad, tehát teljesen szárazra, és akkor sékelünk egy kis olivát, és a tetejére majd zúzmó, tehát egy oliva, össze kell rázni, ez is vízbázisú festék. Jó, és akkor azzal kezdjük a... És ezzel is átkenjük az egészet. Így van, átkenjük. Tehát jó. Az első két szint fogunk használni, ilyen zöldes árnyalatokat választottál, és ezt a két szint fogjuk majd utána összecsiszolni. Hú, ez nagyon jól néz ki. Ez nekem nagyon tetszik, szerintem jót választottunk. Szép színe van. Miután megszárítottuk, vagy megszáradt magától, kinek mennyi ideje van rá, mi most ezt hajszárítóval megszárítottuk ezt az első réteget, jöhet rá a következő rész. Azt ugye még az elején nem mondtam el, de célszerű szélesebb ecsettel festeni, tehát nem egy ilyen pici ecsettel, lehet szivacs ecsettel is festeni, ilyen henger ecsettel, egész ilyen a nagy bútorokat, tehát egész szekrényeket lehet ezzel a festékkel festeni, egészen a szék lábakig, bármit át lehet velük festeni. Igen, mint azt a szekrényt is itt mögöttünk, ez is. Most már szépen látszik, hogy matt. Kíváncsi vagyok, hogy fog kinézni rajta a következő színű festék. Jó, ez a zúzmó lesz a következő, úgyhogy lehet. És ezt is hasonlóan. Igen, teljesen végig kell festeni az egészet. Tehát nagyon fontos, hogy megszáradjon az első réteg, mert akkor itt összemosódik a két festék egyrészt, másrészt nem lehet akkor szépen csiszolni. Majd. Mert hogy az lesz a trükkje az egésznek. Így van. We'll be right back.
Felkerült a második réteg festék is, amit most megszárítottam. Megnézed, hogy jó-e? Teljesen meg kell szárítani, mert hogyha nem száraz, akkor nem lehet csiszolni. Nem lehet szépen csiszolni, összemosódik a festék. Jó, akkor innentől kezdve tiéd a csiszolóvászon. Jó, tehát nem kell erősen rányomni, megmutatom először, jó? Okay. Tehát nem kell erősen rányomni, egy picit. Fontos a mozgás iránya, hogy lefel, vagy körkörösen? Célszerűen egyenletesen végig csiszolni, látod, és mint a kréta úgy fog. Kérem, hogy látszom rajtam is, hogy dolgoztam. Tehát így óvatosan rányomom? Igen. Minél erősebben, vagy minél durvább csiszolóvásznat használsz, annál jobban előtűnik az alsó réteg, tehát annál jobban kopottasabb hatása lesz. Kezd látszani valami. Uh-huh. Igen, ecsettel, hogyha lesettem, akkor látod, hogy ilyen kopottas hatása lesz. Tehát lecsiszoltuk úgy, ahogy nekünk tetszik, ezután jön a stencilezés. Mint ahogy mondtam, ez egy ilyen vékony műanyaglap, és van egy kis csalafintaság, hogy ne folyjon alá a festék, tehát hogy szép legyen a stencil. Ezzel a sprével a hátoldalát befújtam, egy kicsit ilyen ragadós, tehát hogyha megfogod, így ráragad a kezedre. Ez egy ilyen szilikonszerű spré. És ezt ragasztjuk fel a polcra. Igen. A polc belsejét választottad, hogy oda. És akkor oda ezt odarakod. Távolabbra úgy tűnik, hogy középen van? Szerintem egy picit lehet, hogy mehet még arrébb. Így jó lesz szerintem. Igen. És akkor azt mondtad, hogy ez akkor az olivával, igaz? Így van. Jól portalanítsuk a polcot, mert hogyha nincs rendesen portalanítva, akkor nem fog tapadni rá a stencil. Elfelejtettem, hogy folytatjuk. Lakkozzuk, Attila, lakkozzuk. Elkészült volt. Igen, elkészült a feliratozás, és most már csak lakkoznunk kell, hogy időtálló legyen. Igazam van? Igen, én mondtam, hogy sejjenfényűt gondoltam erre, de akár vakszolhatjuk is, de egyszerűbb a sejjenfényűvel végig. Előtte nem kell egy kicsit még jobban megtisztítani, mert ez egy picit még poros, ahogy én érzem. Hát ha poros, akkor át kell törölni. Te törlőkendővel vagy, ha úgy érzed, hogy poros, akkor inkább töröld át. Óvatosan, hogy a mintát azért, amit belestenc lesz, az, ha nem szárad meg, akkor azt el ne töröld. Ha az enyém lenne ez a polc, most lenne utoljára letöröld. Egy használhatatlan, ilyen színű bútorból készítettünk némi festékkel egy egészen más funkciójú és más kinézetű bútort. Egyébként az eredetit lehet, hogy lomtalanításkor pont kidobtuk volna, így viszont egészen más dolgokra lehet használni. Berendezem nekünk? Igen, én azt gondolom, hogy amit a múltkor csináltál, határidő napot itt őrizgetjük, és mi lenne, hogyha ezt raknánk bele? Ha másnak is van hasonló használhatatlan bútora, amit lomtalanításkor így április környékén kilökne, gondoljon arra, hogy kétfajta festékkel mit lehet belőle készíteni.